Sziasztok! Ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan működik a BVR, meg az összes többi célzó berendezés az F-15-en, beszéljünk egy kicsit először az INAPG-63 Pulse Doppler radarról. Ez a radar van az F-15 orrában. Ez a radar egy tölcsérszerűen, mint ahogy itt is látható, csak ugye nem háromszög, hanem ez tölcsér nagyjából. És ezt a területet figyeli. Minden területet, minden részt, ami ebben a háromszögön belül van. Tehát nem csak a végét, hanem az egészet, ami a háromszögön belül van. Példának föltöttem ide, hogy 20 mérföld, ide a 10 mérföldet nagyjából a felénél, illetve hogy 12-1. Beszéljünk ezekről egy kicsit. Ugye az első dolog, amit észre kell venni, hogy ennek a tölcsérnek minél távolabb van a vége, annál nagyobb lesz. Ez a 12 és 1, ez az 1000 lábonként mutatja, hogy hol van, mennyi a vége éppen a radarnak. Ez itt lehet látni, egy 12 és 1. Ez most nem méretarányos, mert alapvetően sokkal messzebb lenne az, hogy sokkal közelebb lenne a 12000 láb. De a lényeg az, hogy ahogy látjuk, ugye a 20 mérföldet itt jelöli jobb felső sarokban, hogy 20 mérföldre keresünk maximum. Tehát ezen belül mindent láttunk. Amit érdemes megjegyezni és amit érdemes feljegyezni, ezen kívül viszont nem látunk semmit. Tehát nagyon fontos, az, hogy mit lát a radar, az egy dolog, viszont inkább arra kell koncentrálni minden egyes alkalommal, hogy mi az, amit nem látunk. Mert amit látunk, az itt ki van jelezve. A többi részre kell figyelni, hogyha több résztvevős a küzdelem. No, kezdjük azzal, hogy itt azt mondom, hogy oké, itt ez nagyjából 11000 láb az, amit lát. Na most ugye, hogyha ez közelebb van, 10 mérföldre állítanám például ezt a távolságot, akkor ez már is nem 12000 láb és 1000 láb között mérne, hanem X és Y, most nem tudom fejből, de szerintem kb. 3000 és hát mondjuk, hogy 5000 között, nem, 8000 között mondjuk. 3 és 8000 között, viszont akkor már csak ezt a pici háromszög részét látjuk a radar displayen. Ezt majd mindjárt megmutatom, van benne a repülőben is. Tehát a lényeg az, hogy bármi, amit ezen belül látunk, azt ki tudjuk jelölni, ezzel a kettes vonallal, ez a target, úgynevezett target designator, és ezt a target designator-t ugyanúgy, ahogy egyébként a SU-25-ben a kamera slot tudjuk mozgatni a pontvesző mínusz és E betűkkel. És ahogy visszük föl le a target designator-t, úgy ez itt ezen látszik jól, ezen a képen, itt van, körülbelül így kell elképzelni, hogy itt van a target designator, és ahogy visszük előre, ugye fölfelé, minél, tehát ugye minden alkalommal, amikor megnézzük ezt a radart, a képernyő jobb felső sarkában látható szám jelöli a maximum távolságot, tehát ezt a vonalat, attól a vonaltól, ami a mi repülőnknek az orra. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ez és e közötti távolság, ez 20 mérföld. Na most, hogyha én ezt gyakorlatilag 4 részre osztom, akkor 4x5 mérföld lesz. Ugyanezt természetesen 40 mérföldnél 4x10, 80 mérföldnél 4x20, 160-nál 4x40, illetve 10 mérföldnél 4x2,5. Amikor teljesen szkenneljük az egészet, akkor ez a középső, ez a mi repülési irányunk nagyjából. Illetve egész pontosan ugye ez ami erőre néz az orrunktól, tehát a mi repülőnk kb. Úgy kell elképzelni, hogy ez egy nagyjából felülnézete az előttünk lévő légtérnek, és a mi repülőnk nagyjából itt van. Kb. Ott. Ez a repülünk orra. És akkor innentől kezdve nézve 20 mérföldet látunk magunk előtt.
És ez a szög, ups, ez a 20 mérföld is föl van osztva 4 különböző részre. Ez a 4 különböző rész pedig normális esetben, hogyha teljes TSLF szélességet, vagy teljes szélességében szkennelünk a radarral, akkor ez 60 fok innentől ideig. Ha viszont le tudjuk csökkenteni, ugye többek közt azért szeretnénk, vagy azért tudjuk lecsökkenteni, hogy ezt a 60 fokot egyrészt 30 fokra csökkentsük, másrészt, tehát 15-15 fok jobbra és balra, másrészt ilyenkor a szkennelés sokkal gyorsabb lesz. Tehát nem az egész 60 fokot kell szkennelnie nyilván, hanem csak 30-at, ami gyorsabb. Illetve ezen belül is ugye a 12.000 és az 1000 láb közötti szakaszt. Tehát az úgy kell elképzelni, hogy ez még ráadásul így 15-15 fok jobbra és balra a repülőnk szárnyától, vagy az orrától, bocsánat. Tehát kb. Úgy kell elképzelni, hogy ez a 60 fok, és ezt lehet csökkenteni. Miért jó ez? Mert amikor mondjuk fordulunk, vagy több szereplős, vagy szeretnénk egy bizonyos légtérre koncentrálni, akkor, vagy hogy pontosan szeretnénk látni azt, hogy az összes mozdulatát az ellenfélnek, akkor sokkal gyorsabban lehet így trekkelni az ellenfeleket. Jó. Mit kell tudni még? Ugye az, hogyha egy minimum, itt ahol látszik, például, ups, itt ahol látszik, ugye itt a kontakt, itt az ellenfél, ezt nem tudjuk, hogy ez egy vonal, ez egy ilyen sötét-zöld vonal, ez nem azt jelenti, hogy ellenfél. Egészen konkrétan a köröcske, kis karika, itt láthatóan, kis karika jelenti azt, hogy az IFF responder, az nekünk pozitív visszajelzést adott, tehát ő biztosan barát. Az, hogy a vonal micsoda, azt nem tudjuk, az lehet barát, de lehet ellenség. Miért? Azért, mert ő nem adott vissza választ, vagy nem jó választ adott vissza. És ez e között a kettő között nem tesz különbséget az IFF, legalábbis a játékban nem. Tehát az azt jelenti, hogy lehet, hogy barát, csak a játék úgy mondja, hogy ő egy bizonyos IFF kérdésre nem jó választ adott, vagy nem adott választ. Jó, ezzel a kis target designatorral, ugye ahogy megyünk előrébb, itt ahogy viszem fölfele a játékban a target designatort, mondjuk erre szeretnék rámenni, úgy a minimum és maximum magassága is, ugye ahogy megyünk előrébb, úgy lesz egyre nagyobb és nagyobb a scan zone, és úgy fogjuk tudni befogni ezt a célpontot, hogy valószínűleg majd ilyen 27.000 és valamennyi ezer között lesz majd ez a távolság. Érdemes odafigyelni, mert ha túlságosan felviszik a tetejére ezt a target designatort, akkor megnöveli automatikusan a 20 mérföldet 40-re. Illetve, hogyha túlságosan levisszük az aljára, akkor lecsökkenti egészen 10 mérföldig, és utána meg az alján maradunk. Jó. És ugyanez visszafelé is igaz, tehát minél közelebb viszem, annál kisebb magasságot látok. Itt majd lehet figyelni. Kisebb magasságot látok a légtérből. Ez gyakorlatilag arra is figyelmeztet minket, hogy ne csak azt figyeljük, amire éppen koncentrálunk, hanem azt is, hogy milyen magasabb van az, illetve a körülötte mit látunk és mit nem látunk. Tehát itt mindig az a lényeg, a F-15 radarját néző mindig az a lényeg, hogy arra összpontosítsunk, hogy ugye ezt lehet az egészet úgy, ahogy van, följebb is mozgatni, ezt a gyakorlatilag ezt a kúpot lehet fölfelé mozgatni, jobbra mozgatni, balra mozgatni. Jobbra és balra akkor lehet mozgatni csak, hogyha, mint mondtam, ugye ez a 30 fokos szög megvan, le van szűkítve erre a 30 fokos szögre a radarnak a szkennye. Ezt majd megmutatom a játékban, hogy melyik gombbal kell. Ha a 60 fokos szög van kiválasztva, akkor nem tudjuk jobbra-balra mozgatni a radar, csak hogyha le van szűkítve 30-ra. Akkor viszont akár csak ezt a 30 fokot is tudjuk nézni. Tehát gyakorlatilag meg tudom csinálni azt, hogy csak a jobb oldalát szkennelem annak, ami a légterem belül a repülőgépem előtt van.
Jó. Nagyjából azt hiszem, hogy többet nem is kell mondani erről. Nézzük meg in-game. No, itt is vagyunk. Ugye itt látható. Ez a nagy kék vagy nagy zöld kapcsos akármicsoda, ez azt mutatja, hogy mennyire vagyunk mi a repülőnk milyen szögben áll éppen. No. Sikerült jól föltennem a rakétáimat egy ide, egy oda. Jó. Menjünk sorban. RVR. Itt látható az, hogyha egy valaki radart használ. Ez nem jelenti azt, hogy ott nincs most éppen előttem senki, mert van. Csak éppen ő nem használja most a radarját, mert megmondtam neki, hogy ne használja. Ez azt jelenti, hogy nem látom az RVR-en. De attól függetlenül még ott van. Mindjárt meg is nézzük, hogy így van-e. Először is menjünk a BVR módba. És ahogy látható is, ugye alul futkározik a kis nyilacska, ami azt mutatja, hogy ott szkennel éppen. No, jó, nekem a TDC Slew ugye E betűvel mehetünk fölfelé, és ahogy látszik is, azonnal a jobb felső sarokban, ahogy fölmentem a képernyő tetejére, fölment 20-ra a távolság. 40. van 160. Na most minek után most éppen elég nagy részét szkennelem a légtérnek, ezért van egy olyan opció, amivel tudom azt, hogy az intensity-t állítani ezen a scannen, ami vagy medium, vagy high. Vagy high medium. Ami azért jó, mert akkor egy ilyet, egy olyat csinál, és ugye elvileg jobban észrevesszük az ellenfelet. Ahogy látszik is, itt amikor a target designator-t, ezt a két darab vízszintes függőleges vonalat mozgatom, ahogy leérek az aljára, ugye nyilván ott a most éppen 8 és 16 ezer között szkennel. Ezt a 8 és 16 ezeret, illetve ezt a maradék dolgot. Ja igen, a radart ki lehet kapcsolni úgy is, hogy simán csak a radart kikapcsolom, és megmarad a BVR mód. Ez miért jó? Mert akkor el tudok idézőjelben tűnni. Tehát bekapcsolom egy pillanatra, megnézem, nincs semmi, jó, kikapcsolom. De mi most megkeressük a másik úriembert, aki egy SZU-27-ben ül valahol ott elettünk. És igen, igen, és a lényeg az, hogy én, hogyha szeretném, most éppen 9 és 17 ezer, 10 és 16 ezer, 11, 15, ja. Ez ugye azt mutatja, hogy milyen magasságokban éppen szkennelek. Ezt le lehet ezt a kis scan zont ugye 30 fok, vagy 60 fokra állítani. Ez pedig a jobb kontroll mínusz és egyenlő gombokkal. Ami az ő és az bocsánat, az hosszú ó és a rövid ű állunk a magyar billentyűzetem. Jó. Jó. És akkor most ugye normális esetben egy kicsi szeletét, egész pici szeletét szkennelem a levegőnek. Tehát elég gyors, látható is. Fölmegyünk kicsit nagyobb távolságra, és akkor ilyenkor lehet azt csinálni, hogyha tudom, hogy nagyjából 5000 láb alatt nem nagyon lesz senki, akkor a jobb kontroll és ugyanúgy EA, vagy jobb shift, pillanat, igen, jobb shift, bocsánat. Jobb shift és E és a pont gombokkal tudom fölfelé, illetve lefelé állítani a radarnak a magasságát. Tehát akkor ilyenkor most ő 26 ezer és 56 ezer között fog szkennelni nekem. Ezt, hogyha tovább mozgatom a TDC, tehát a Target Designator-t, akkor az megy ugyanúgy lefelé, de sokkal kevésbé lesz lent.
amikor a közelébe ér. Ugye itt teljesen lementem a nullára, gyakorlatilag az orrom előtt szeretnék szkennelni, és ahogy látszik, és most nyomom ugyan a fölle gombot, semmit nem csinál. Semmit nem csinál azért, mert gyakorlatilag a orrom elé szkennelek, és ő nem nagyon tudja lejjebb fordítani a tányért. De ha kicsit távolabbra, ugye ez már 7,5 mérföldöt talál, kicsit távolabbra megyek, ezt egész jól 49 ezer lábig tudja növelni, lefelé pedig nulláig, jó. Akkor gyakorlatilag a földet szkennelem magam előtt. No, keressük meg a másik úriembert. Na most megmondtam a MiG-29-nek, hogy legyen szíves. Illetve a Su-27-nek, hogy legyen szíves akkor bekapcsolni a radarját. És mi is bekapcsoljuk a miénket. És nagyjából, ha jól emlékszem, olyan 20 mérföldre, 40 mérföldre van előttem. De ez persze nem biztos. Jó, bemegyünk ugye BVR módba. És van egy ilyen opciója. Először is. Na. Tehát ugye látható, hogy az, hogy medium vagy high-ről megoszlanak a vélemények, én igazából nem is tudom, hogy melyik a jobb. Távolra azt hiszem, hogy a medium a jobb, a közelre meg a high. Illetve, hogyha szemből jön, akkor azt hiszem, hogy a high, de ebben nem vagyok biztos. Illetve, hogyha flankel vagy hátulról megyünk, akkor meg a medium setting jó. Ezt ugye, mindjárt mondom, az, hogy milyen szinten szkenneljen. Ugye a radart magát az I betűvel tudjuk be is kikapcsolni, ezt a repeat frequency, tehát az, hogy medium vagy high, ezt a jobb shift és I. Valamint van egy ilyen, hogy RVS, TVS mód select. Erről mindjárt beszélünk egy kicsit. Ez a TVS mód, ez az, amikor is... Jó, keressünk. Ja, igen, tehát van olyan, hogy high, van olyan, hogy medium, és ott is van. Tehát médiumon sokkal gyorsabban megtalálja, mint high-on. Bár most pont eltűnt megint. Akkor lehet, hogy high-on kell tartani. Igen, most high-on meg médiumon keres mind a kettőn, és high-on és médiumon egyszerre. Illetve high-on látja. Tehát akkor high a távolra, médium közelre. No, látható is. És ki tudnám most jelölni? Illetve jelöljük is ki. Nem tudom kijelölni, jó, akkor menjünk high-ra. Ha high-ra megyünk, akkor kijelölünk, kijelöljük, és egy pár dolog megváltozik a radaron. Most egy darab targetet jelöltem ki. Először is... Jó, állítsuk meg így. No, mi az, ami látható? Ugye a bal felső, jobb felső sarok 80-as távolságra vagyunk a maximum radar scan zone. Az 80 mérföld. Ergo, ő a közepén van nagyjából, tehát nagyjából 40 mérföldnél van. Jobb oldalt látható a 757-es felirat. Ez a kettőnk relatív sebessége egymáshoz. Ez azt jelenti, nem azt jelenti, hogy ő jön 757-tel, én megállok egy helyben, hanem azt jelenti, hogy én is megyek valamennyivel, ő is megy valamennyire, és ennek a kettőnek az összege 757 mérföld per óra. Jó. Közepén a szaggatott csíkos vonal, azaz, aha, most lerögzítettem az egészet, azaz, ahol ami majd ki fog szépen tágulni, és azt fogja mutatni nekünk, hogy range-ben van-e, vagy nincs. Jó, a 757 alatt van egy nyilacska, egy vonal, és egy kocka, vagy négyzet. A nyilacska mutatja azt, hogy maximum milyen távolra tudjuk lőni a rakétánkat. Tehát melyik, illetve nem is az, hogy milyen távolra, átfogalmazom. A maximum az, ameddig az rakétában van üzemanyag. Tehát, hogyha éppen megfordul a célpontunk, és elkezd menekülni, akkor a rakéta maximum, ugye 80 per 4, 20. 20 mérföldre tud utána menni. A kis vonalacska az elvileg az aeroopt, tehát az, hogy az, ami minimum távolság kell ahhoz, hogy indíthassuk. A kis kocka pedig az air max,
Nem R max, R opt, R min. Az R minimum az a az a vonal, igen. Az R opt pedig az a range. Az R minimum ugye az, ahonnan minimálisan legtávolabbról tudjuk indítani. Az R opt, az R optimum pedig azt jelenti, hogy azon a kockán belül ez a úgynevezett turn and run range, hogyha ő megfordul, és megpróbál elmenekülni, akkor is utol fogja érni a rakéta. Jó, alatta 0,8940, 0,89 irányba megyünk, nagyjából 41, azt hiszem, hogy 41, nem, az R az 41 mérföld, igen. Ez 41 mérföldre van, tehát ő nagyjából 41 mérföldre van. M55 szek. Az M55 szek az kb. Azt jelenti, hogy ha mi tartjuk mind a ketten ezt az irányt és ezt a sebességet, akkor 55 szek múlva leszünk lőtávon belül. Balra tőre UKN, unknown, azt jelenti, hogy nem tudja, hogy mi ez. Egyelőre bombázza az IFF requestekkel a dolgot, illetve bombázza azzal, hogy megpróbálja beazonosítani. G az a sebességünk, ez a ground speed elvileg gyakorlatilag nem biztos, hogy teljesen jól mutatja azt. Fölötte látszik, hogy STT, single track mode, single track mode, igen. STT ez a single track mode. Ezt az azt jelenti, hogy csak egyetlen egy dologra koncentrál a radarunk. Semmi más nem néz, csak azt az egy célpontot. Tehát ez azt jelenti, hogy most nagyjából 40 mérföldre vagyunk. Gyorsítsuk fel egy kicsit az időt. Adjunk nekik a kaut is, mert az úgy jó. És mindjárt meg fogjuk látni, hogy elkezd nőni az a kis karika középen. Hű, de gyorsak vagyunk azt a mindenit. No. És látszik is, hogy fölfelé nőtt ez a szám, tehát ugye 1030, 1020, most szépen lassulok le. Picit még közelebb menjünk, és ott szépen nő. Ez azt mutatja, hogy nagyjából mennyire van range-en belül, és ahogy eléri majd ott azt a kis karika szélét, így hopp, és nagyjából egy másodperc múlva megjelenik itt. Mindig ez a két lámpácska fog pirosan világítani, hogyha indítani tudunk. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy nekem indítani tudjak, ahhoz, ó, már be is azonosította, látszik is lent, SU-27. Ahhoz, hogy indítani tudjak, az kell, hogy ez a, itt is látszik egyébként ez a két range, tehát ugye itt van a jobb sarkában, jobb alsó sarkában, most éppen 930-as szám van mellette, az a kis vonalacska, és ott ugyanúgy látszik a 930-as szám, illetve a három darab vonal, az első vonal mi repülőnk kb. A második vonalon belülről kezdve van ez a turn and run range, tehát az, hogy onnantól kezdve már hiába fordul meg és szabadul el, vagy próbál meg elfutni, valószínűleg utol fogja érni a rakéta. Illetve az első nagy kocka, vagy nagy csík, az az, hogy milyen távolról tudunk indítani rá a rakétát, és ott is van. Jó, egy pár dolog megváltozott a képernyőn, illetve egy pár dolog van, ami a HUD-on látszik. Mi látszik a HUD-on? Először is ugye nagy karika, szaggatott vonallal, ez azt jelenti, hogy BVR módban vagyunk, és éppen célban vagyunk. A kis kocka az a célpontunk. Alatta látható egy kis csillag, ez azt jelenti, hogy tudunk ráindítani. Ha én ezt a kis csillagot, vagy ezt a kis ezet felfelé húznám, ugyan még mindig ott van, egészen addig a pontig ott lesz ez, amíg van az a dupla V, az nagyjából a gununknak, hogy oda fog nagyjából lőni, de igazság szerint az a repülő iránya is egyben. És látható a kis indikátor alatta, egy kis karika, három darab csíka, ez nagyjából ugye, ahogy merre áll a repülőnk. Ez alatt van egy kis pötty. Ha ez a kis pötty, ez a célpontunk, ez a kis pötty. Ha ez a kis pötty a szaggatott vonalon belül van, tudunk rá lőni. Ha nincs belül, akkor nem tudunk rá lőni. Ilyen egyszerű. Jó, itt is van egy pár dolog, ugye R alatt mellett 10, 10 mérföldre vagyunk tőle nagyjából.
M 4 szek. 4 másodperc múlva, vagy 4 másodperc kellene majd a rakétánknak ahhoz, hogy pitbullba menjen. Fox? Jó, ott látszik. Bal alsó sarok, T1-1-4. Ez az az idő, amely, ez az, azt az időt mutatja, amennyi idő múlva az AIM 120C pitbullba megy. Mi az a pitbull? Amikor is BVR módba, tehát nem ilyen rövid távról, hanem mondjuk 20-30 mérföldekről lövöldözünk egymásra, akkor az AIM 120C az elhagyja a sínt, megkapja az utasításokat, ami azt jelenti, hogy neki az, ő azt az utasítást kapja, hogy nagyjából ebben és ebben a szegletében, most jelen pillanatban, ugye teljesen egy előttünk, nagyjából 10 mérföldre van egy Su-27, tehát azt nem tudja, hogy Su-27, hogy mi a célpont, csak azt tudja, hogy ott van valami. És ő elkezd menni abba az irányba, ahol a repülőgép majd lesz. Nem oda, ahol éppen van, hanem ahol majd kiszámított adatok alapján, ha ezt az irányt és sebességét tartja az a repülő, ami egyébként az irány a nagy szaggatott karika alján látszik, hogy éppen merre néz a repülő. Tehát most éppen pont lefelé mutat a nyíl, arra felé repül. Mindjárt meglátjuk, hogy ha esetleg megpróbál megmenekülni, elfordul-e. És a T betű, ami ott villogott az alján, az azt jelentette, hogy annyi idő múlva be lesz pitbull. A pitbull az a rész, amikor onnantól kezdve, hogy ő elérte nagyjából azt a területet, ahova kilőttük, onnantól kezdve ő a saját beépített radarját fogja használni. Tehát onnantól kezdve ő fogja nézni azt a légteret, és amit talál, illetve amit mi megmondtuk neki, hogy valószínűleg ott lesz ez, ezt kerest, ő azt fogja keresni. Ez többek között azért is lehet problémás, mert hogyha több célpont van ott, és több célpont próbálja lerázni, akkor előfordulhat, hogy mindegyikre rá akar menni egymás után, és utána elveszti az energiáját. És nem sikerül neki. Jó, mi nézzük meg, hogy ezzel mi történik. M1, puff. Elment mellette? Ha, nem, hogy. Jó, és látszik is, ahogy éppen megváltoztatja az irányát, úgy az a kis pöcök a szaggatott csíkon fordul is el. Puk. Jó, nézzük meg a TVS módokat. Na, ugyanitt vagyunk. Ugyanaz a célpont. Csak jelen pillanatban. Ketten vannak. Ott is vannak. Jelen pillanatban olyan nagyjából 60 mérföldre. Kis kakaó, kis szerencse padlógáz. Viszont most ketten vannak. Ketten vannak, mert kettőt raktam be. Miért? Azért, mert van egy olyan módja ennek a radarnak, a Doppler radarnak, hogy TVS, ez amiről az előbb beszéltünk, jobb Alt-I betűvel lehet bekapcsolni ezt a módot, és onnantól kezdve, hogy ez a jobb Alt-I gomb vagy mód be van kapcsolva, picit rázoomolunk a dologra. Tehát ugye látszott az is, hogy éppen 21 ezer lábra keresek, 21 ezer láb és 42 ezer láb között, el is tűnt a két célpontom. Viszont ha lejjebb tekerem, akkor már ott vannak. Na, nyomjuk meg a jobb alt és i gombokat, és már is látszik, hogy egy pár dolog megváltozott. Először is, a nagy kockáknak hirtelen lett egy csík az alján, ami azt mutatja, hogy éppen az a kocka, az merre megy. Tehát ugyanúgy, mint ahogy az előbb ugye itt a BVR módnál láttuk a csíkot az alján, úgy most, igen, hogyha a BVR módba be is kilépegetünk, akkor a TV-st ki is bekapcsolja. A nagy különbség az STT, tehát a Single Track mód között, és a TVS Track While Scan mód között, az az,
hogy ilyenkor, ha kijelölöm a célpontot, ő nem kap erről warningot. Tehát ő nem fog, minek után nem egy dologra koncentrál a kis radarunk, ezért nem fog kapni róla warningot. Ezt ugyanúgy, ahogy az egyébként az előbb a short vagy rövidet, tehát a 30 fokos módot ugyanúgy tudom tekergetni jobbra-balra. És akkor álljunk meg egy szóra Krécsi László úr. No, a másik, amit látunk, az a száma fölötte, illetve fölöttük, nem rossz a szemetek, az kettő egymás mellett ilyen közel vannak. 13 ezer lábon vannak, és akkor meg tudom mondani az irányát, 09 irány 13 ezer, és távolság meg körülbelül 20-35 körül mondjuk. 80 mérföld a stepping, tehát 35 mérföld körül vannak. Miért jó ez nekem? Mert rámegyek, és ha sikerül, akkor mind a kettőt ki tudom jelölni. Azért mondom, hogy ha sikerül, mert olyan közel vannak egymáshoz, hogy ilyenkor mindig szórakozni kell velem. Na! Ismét megváltozott egy pár dolog. Először is ugye az előbb itt eltűnt a magasságmérője a radarnak. Most megmaradt. Azért, mert TVS módban megmarad, ugyanis tudok továbbra is tudom nézelgetni a dolgokat, tudom föllevinni, de annál följebb és lejjebb nem tudom vinni, ahol a célpontom van, amit kijelöltem. Illetve ugyanúgy jobbra-balra tudom vinni, szintén annál följebb és lejjebb nem tudom vinni, ahol a célpontjaim vannak. Mert TrackWise Scan, ő nézi ezeket a célpontokat. Jó. Viszont ugye mind a kettőt kijelöltük, és az látható éppen, hogy az egyik mellett nincsen szám, a másik mellett meg van egy egyes. Összesen 4 ilyen célpontot tudunk egyszerre kijelölni, és mind a 4-re tudunk indítani rakétát, hogyha nyilván természetesen, hogyha közel vagyunk eléggé. Próbáljuk is ki ezt. Bemegyünk egész közel hozzájuk. Ott a Launch Authorization. 1, 2, és azonnal, amikor az elsőt kilőttem, ő azonnal fog váltani automatikusan a másodikra. Ezt tudjuk megszüntetni egyébként, hogy van egy ilyen opció, vagy újakat jelöljünk ki, vagy van egy Unlock TVS target, ami jelen pillanatban nálam nincs bebindelve, mert nem nagyon szoktam unlockolni, vagy hogyha igen, akkor csak simán fölmegyek navigációs módba és kikapcsolom a radart. Az eléggé jól unlockolni szokta a dolgokat. Megnézzük, hogy hol tart a két rakétánk. 13 ezeren vannak. Ugye egész közel már hozzánk. Ott 1, 2. Nem tudtam, ugye nyilván nem látom, hogy hol van a két rakétám a radaron. De azt láttam, hogy mind a kettőt eltaláltam. BVR nagyjából ennyi. Lehet játszani olyan akkor, hogy följebb megyünk, kibekapcsolgatjuk a radart. Ezek mind olyan taktikák, amik gyakorlatilag hasznosak, meg segítenek. Én azt mondanám, hogy mindenki próbálja meg és a saját taktikáját kiépíteni. Nincs olyan, hogy tuti, nincs olyan, hogy nagyon rossz taktika. Olyan van, hogy lelőttek. Valaki gyorsabb volt, és olyan van, hogy én voltam gyorsabb, és jobb volt a taktikám. Rengetegen játszanak ilyenekkel, és láttam már olyat is, hogy 4-en mentek majdnem egyként, és gyakorlatilag amikor jammelnek, ugye akkor ilyen kicsi szaggatott és akkor nem tudjuk kitargetelni őket, és akkor egyik ember nem jammelt, ő folyamatosan jött, radar nélkül, a többiek mondták neki, és gyakorlatilag pillanatokra kapcsolta csak be a radarját. Tehát mindenféle ilyen tippet, trükköt lehet használni. Egyedül az F-15C-ben azt mondanám, hogy inkább nem. Kezdőként mindig legyen velünk valaki, ha lehet. Ha nem, akkor gyakoroljunk először AI ellen. Ha az már megy befogni a célt, kilőni a rakétát, ilyesmi, akkor utána lehet menni multiplayerbe, de igazság szerint gyakorolni kell, ki kell alakítani egy saját stílust, és utána menni fog.
Nagyjából ennyi. Sziasztok!